Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. Sziasztok, itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában. Hello. Ami a Sportalsó Podcast legújabb adása is, mert most a Bozsó a rossz szokását megtörve újra stúdióban, és vendégünk Kátai Tamás. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Nagyon nagy öröm ez nekünk. Hú, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Ez a tipikus eset, amikor annyi kérdés, meg annyi gondolat cikázik a fejembe, hogy nem is tudom, talán melyikkel kellene kezdeni. De talán a legkézenfekvőbb, bár tudom, hogy ez elhangzott már máskor, máshol, de hogy úgy legyen egy picit ilyen átfogóbb a történet, hogy ennek az egész Tájkatafak projektnek az ötlete hol kezdődött, hogy honnan kezdődött? Hát ez úgy kezdődött, hogy ugyan játszottam a Zsír nevű zenekarban, és volt egy barátunk, János, aki szintén zenélt, és akkor őnek ilyen kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen projektet, amiben ő fog gitározni, de Zolcsi a Zsírból, aki ott énekes és gitáros volt, ő dobol. És akkor lett még egy másik barátunk, Péter, aki szintén gitározott, és akkor én meglettem a billentyűs énekes, és akkor ilyen darkos, blackes metált kezdtünk el játszani, és ez volt a Gort nevű projekt, ennek ez volt a neve, hogy Gort, és akkor volt 4 vagy 5 számunk, és egyszer egy ilyen baleset után így kirúgtak mindenkit a próbateremből, és így megszűnt a projekt emiatt, mert a dob az nem az Olcsié volt, hanem egy harmadik zenekarnak a dobosái, és akkor mindenkinek menni kellett, és így nem volt dob cucc a továbbiakban, meg próbaterem sem, és akkor mi Jánosra kitaláltuk, hogy akkor csináljuk dobgéppel, és akkor viszont már legyen extrémebb, tehát olyan, ami sokkal gyorsabb, és akkor ilyen igazi black metalt kezdtünk el játszani, és akkor ezt lett a Tájkatafak. Ez ilyen mellékprojektből indult. De, tehát, hogy nem is tudom, tehát így magam elé idéztem a korai anyagokat, és hogy azért az sem volt már, mondjuk ez is hülyeség, hogy nem volt vegytiszta black metal, hát most ez a, hogy mi a vegytiszta black metal, arról is lehetne ezt, ami külön adást csinálni. Hát nem nagyon volt, mert ugye az első demónk, egy demónk volt, az a Corcordium volt, 98-ból, hogy ott is már az 40 perces anyag volt, és akkor ott is volt vagy egy 16 perces száma rögtön a közepén, meg a vége is egy 10 perces dal volt, és akkor ez azért volt, mert a szintik, amiket használtunk, kicsit megkülönböztették a többi zenekartól, és eleve nem volt az a koncepció, hogy ezt játsszuk élőben, tehát nem kellett figyelembe venni azt, hogy mik a korlátok. És emiatt így szerintem szabadabb volt egy picit a forma. Azok az első perctől fogva az koncepció, hogy nem akartad színpadon. Ketten voltunk, és így nem is merült föl ez. Tehát ugye az volt a probléma, hogy Makon nem nagyon volt akkoriban dobos, aki nem, hogy ilyen nagyon gyorsan dobolt volna, hanem úgy általában normálisan dobolt volna a régi zsírdoboson kívül, aki kilépett a zenekarból. Így aztán vagy nem csináltuk, vagy dobgéppel. És akkor így ez, hogy akkor ilyen hülyének tűnt, hogy dobgéppel föllépni, hogy ezt inkább akkor adjuk rá, és akkor csak zenéljünk otthon. Akkor ugye 20-22 éves projekt ez. Kvázi. Uh-huh. 98. És hogyan 10 lemez, ugye? Jó számom, 10 lemez készült. 9. Ja, demo, jó, oké, igen. Demóval együtt 10, igen. Azért ez elég termékeny. Hát azért volt közte szünet is, például volt, hogy 2 lemez közt 5 év is eltelt. Tehát most az utóbbi időben, igen, gyorsabban jönnek, de nem mindig. Tehát ez nyilván abból adódott, hogy ki hol volt éppen földrajzilag, és nem mindig ment ez. De most egyedül csinálod, ugye, az utolsó? Hát igen. Hát vendégekkel, igen. Nem csak már, hogy pillanatra megzavarodtam, ugye gondolkodtam, hogy tudom, hogy ketten kezdtétek el, csak hogy az a baj, hogy most nincs előttem a papír, direkt csináltam a puskát magamnak, hogy voltak a lemezek sorrendben. Mm. Tudom. Nyilván. Miért váltottatok magyarra?
azért látottunk magyarra, ez a Tűnő időtárat idején volt, az a harmadik lemez volt, és ott az első dal, amit ott megcsináltunk, az még angol nyelvű volt. Tehát azon a lemezen van egy angol nyelvű dal, a Neat Waters, és utána volt a Csillagkohó, az volt a következő, amit így összeraktam, és hogy valahogy úgy gondoltam, hogy úgy éreztem, hogy sokkal természetesebb lenne, hogyha magyar lenne a szöveg. Valahogy jobban illett a zenéhez. Utána az lett, hogy végül is maradt ez az elgondolás, mert hiába beszéltem angolul, tehát angol szakra jártam meg az egyetemre, és így ez akkor sem ment olyan szinten, hogy úgy éreztem volna, hogy teljesen magabiztos vagyok az angolban. És itt nem nyelvtanról van szó, hanem szerintem a stilisztikáról, mint magyarul is, hogyha beszélsz, kifejezed magad, akkor maga a stílus az, amit ahogy kifejezed magad, ez nagyon sokat számít. És így a magyar nyelvű, vagy a angol nyelvű dalszövegeknél nagyon érződik, hogy nem native speaker az, aki írja a szövegeket, mondjuk. És szerintem így egyre nézkesebb volt, és egyre inkább azt gondoltam, hogy ez természetesebb, hogyha magyarul éneklem az egészet. És utána ez nem is volt már kérdés. És egyébként ugye így milyen érdekes, hogy szokták mondani, hogy ha az ember nemzetközi karriert szeretne, akkor ugye nem árt az angol nyelv, és a többi. Ehhez képest ugye azért te stabilan ugye külföldi kiadónál vagy. De ez nem is volt erről szó, hogy akkor nemzetközi karrier, vagy tehát erre nem gondoltunk, hanem hogy csak játszunk valamit, és akkor nem volt ilyen irány, hogy akkor próbáljunk nemzetközileg is kitörni Magyarországot, tehát erről nem volt szó. És ezért emiatt föl sem merült utána az angol nyelv egyáltalán. És az, hogy szerintem az, hogy nekünk magyar nyelven sikerült így elég sokáig eljutni, ez abból is adódik, hogy szerintem ebben a stílusban ez kicsit jobban elfogadott. Tehát mondjuk thrash metalban, vagy death metalban nem nagyon tudnám elképzelni, hogy kevés van szerintem, hogy nem angol nyelvű, és működőképes, vagy sikeres. De ebben a black metalban eleve több anyanyelvi zenekar van, és hogy van egy kis ilyen folkos vonal benne, így szerintem ez jobban működik. Igen, bocsánat, fogom összedni a gondolataimat, hogy túl sok mindent akartam megint kérdezni egyszerre, hogy bekerült a folkos vonal a zenébe, hogy, vagy nem is az, hogy miért gondoltad, vagy ez is ilyen teljesen magától értetődő volt anno? Ez is magától jött, mert nekünk már az első lemezünkön is volt, egy János hozott, neki is volt valami, a második számban volt egy ilyen nagyon érdekes, és nem is magyar folkos volt, hanem ilyen szlávos dallam, amit beletettünk a zenébe, tehát rögtön a legelején már voltak ilyen dolgok, ami tetszett, azt így beleraktuk, nem volt nagyon megkötés, tehát eleve az nem is volt kikötve, hogy ez most ennek black metalnak kell lenni. Csak ez volt az alap valahogy, hogy mind a ketten azt szerettük, és akkor így indult az egész, de aztán utána ez nem kötöttük az evet akaróhoz igazából egyáltalán. Tehát akkor igazából mondhatjuk azt, hogy teljesen kötöttségek nélkül indult az egész projekt, csak együtt akartatok zenélni kvázi. Igen. Nem tudom, szerintem Jánosnak volt, tehát ő black metalt akart játszani, tehát ő hozta a gitárokat, de ugye nekem volt a szinti, és akkor azzal nem olyan könnyű, tehát az engem untat, hogy csak az akkordokra rájátszok valami kórust is akkor, ami kicsit ilyen blackesebb, és akkor így emiatt, szerintem a szinti miatt lett, hogy kicsit színesebb lett az egész zene rögtön az elejétől fogva. Milyen zenéket hallgatotok akkoriban? Black metalt. Hát ezt szerettük mind a ketten, tehát én most a mai napig is nagyon sokat hallgatom ezt, de azon kívül nagyon sok minden, de mégiscsak a black metal volt az alap. De valahogy szerintem ebben a stílusban eleve elég sok a kreativitás, nagyon sok felel lehet menni ezen a stíluson belül. És látható is, hogy a régi black metal zenekarokból is, hogy mennyire sok kísérletezős és ilyen experimentális zene született. Pont nemrég volt egy ilyen, hogy hallgattam az Isánnak valamelyik újabb lemezét, és akkor kérdezte egyik ismerősöm, hogy ez micsoda? Ha mondom, figyelj, hát ez Emperoros srácnak egy projektje. Azt mondja, gondolkodik az Emperora, amit múltkor mutattam neki az egyik Digibook újrakiadást, és mondja, hogy
az ilyen zenét csinál? Mondom, mert hát, hol van az leírva, hogy nem csinálhat. Hát, hogy, mert hogy teljesen más nem gondolta volna, hogy, hogy ilyet is tud, vagy nem is tudom, hogy fejezte ki magát, de hogy meg volt a rácsodálkozás, pedig olyan emberről beszélünk, aki ugye zeneileg elég széles spektrumon mozog. Úgyhogy így. A magyar nyelvre áttérés után kicsit olyan, mint hogyha így az egész zenei világotok kiszínesedett volna. Hogy belső szemmel ez milyen, vagy hogy látott te ezt? Hát nem nagyon tudom, mert nyilván én is változtam, és János is változott, és akkor így több minden került bele a zenébe idővel. Ez szerintem természetes folyamat nálunk az volt. Tehát ez sem egy tudatos döntés volt. Nem határoztam el. Ő sem határozta el. Ez csak így jött ki a végén. Tehát nem gondolkoztunk ezen sokat. Nem volt tudatos koncepció mögöttek ezek szerint. Nem. Mondjuk ez igen, tehát hogy ha hallgatjuk a lemezeket sorban, akkor ugye azt lehet mondani, hogy egyértelmű ugye stílusjegyekkel bírnak, de ugye azért talán nincs két egyforma. Hogy valahogy úgy, mint hogyha meg lenne az a szokásos íz, amitől ugye tudja az ember, hogy mit hallgat, de hogy azért a hangulat valahogy mindig más. Hát azért van benne meg ez a szokásos íz, mert ugye az én képességeim elég limitáltak, és akkor így nekem azokat a dolgokat szoktam általában használni, amiket tudok. És ez emiatt mindig benne vannak azok az elemek általában, amik benne szoktak lenni. És az, ami plusz hozzá, az mondjuk a vendégek sokszor biztosítják, illetve én is igyekszem azért nem ismételni magam, tehát erre odafigyelek az utóbbi időben, hogyha lehet, akkor másfelől közelítsem, hogy nekem is izgalmas maradjon, érdekes maradjon a zene maga. Hogy állsz neki a dalszerzésnek? Mi születik előbb, a szöveg, vagy a zene, vagy ez változó? Hát általában a zene. Általában a zene van, hogyha megvan nagyjából az alap, akkor ki lehet találni a koncepciót, hogy a dal maga az miről szólna, vagy hogy néz neki, és akkor onnantól kezdve a szöveget könnyebb kitalálni, hogy ami illene ehhez az audio részhez. Bocsánat, és ehhez kapcsolódik, hogy billentyűvel vagy, mert most gitáron is játszol, ugye? Tehát melyikkel írod inkább a dalokat? Hát ez változik. De mostanában inkább gitáron szoktam. És akkor, igen, mostanában inkább az, hogy gitáron, és akkor a billentyűket így ráteszem arra, ami már gitáron megvan. De van, amikor fordítva van, de inkább mostanában ez a jellemző, hogy a gitár. Valószínűleg a gitár az, csak én úgy gondolom, hogy az, ha a gitáron indod, akkor sugallja azt, hogy az inkább metálosabb lesz, vagy még keményebb lesz, mint hogyha billentyűvel, tehát a hang adottságaiból is talán. Hát igen, nagyobb rá lehetőség, de ez sem feltétlenül igaz, mert persze nem az utolsó lemez az egyáltalán nem lett annyira kemény, vagy annyira metálos. Annak ellenére, hogy gitáron írodott a nagyja. Ez érdekes amúgy, mert hogy ezen is gondolkodtam sokat, hogy mondjuk akár a geometriához, vagy akár valamelyik korábbihoz képest, hogy elsőre nekem sem tűnt annyira metálosnak, viszont hogyha minél többet hallgattam, annál inkább kidomborodott azért az éle is jócskán. Benne van, de az arányok kissé mások szerintem kicsit változott. De én nyilván máshogy látom, mert én ezt belülről látom, a hallgatók azok máshogy érzékelik. Engem nagyon érdekel, hogy te hogy látod, hogy amikor idefelé sétáltunk a stúdióba, akkor is beszéltünk ugye egy-egy dalról, és hogy olyan plusz információt adtál hozzá, amitől a dal teljesen más színezetet kapott, és talán még jobb, mint eddig, mert ugye az volt csak, hogy a hallgatók is tudják, hogy mondtam Tamásnak, hogy amikor az élő lényt hallgattam a Sgűr, jól mondom? Szkűr lemezről, igen, hogy akkor olyan volt a dal maga, mint hogyha ha élne testelennek vázit, tehát hogy ilyen teljesen szürreális élmény volt elsőre, de borzasztóan pozitív. És ugye erre mesélt el Tamás egy sztorit hozzá, hogy mi is lehetett ez, amire gondoltam. Tök jó volt, hogy ilyen
Eleve nekem egyébként nagyon sokszor van ilyen érzésem a tájkot, a falk lemezeket hallgatva, hogy nagyon szeretem hallgatni, például amikor sportásokba sétálok éjjel hazafelé, akkor tök jó, például az oldódó formák, ez pont egy hazaút. Pont annyi idő. És hogy tök jó olyankor hallgatni, mert valahogy olyan nem is tudom, hogy lehet ezt jó ennyire rossz, szerintem még egyik adásban sem beszéltem egyébként, de hogy annyira mert most nem segítek annyit be, mert én csak figyelek egyébként. Várom, úgyhogy majd valamit kérdezzél. Nem, nyugodtan, csak iszonyosan csengőfülem, meg vagyok fázva, és halláskapacitásom elég gyenge. Hát az egyébként is. Egyébként is. Elbújj csak a sarokba csendesen. Tehát, hogy ad valamilyen olyan pluszt az egész, főleg így ugye sétálás közben, mint ugye mondtam is, hogy tegnap például hazafelé dobogókőn hallgattuk az erdőbe a zenét, és hogy valahogy úgy megint teljesen mást mondott. És erre mondtad azt, hogy az csalás? A csalás, igen. Úgy könnyű. Nem, otthon hallgatva is egyébként iszonyat sodró lendületű. Most, hogy az új lemezről mondjuk, ha beszélünk. Az ugye az utolsó kettőt adtam volna neked múltkor. Én arról tudnék inkább, mert azt ismerem jobban. Tehát ez iszonyat sodró lendületű. Nekem én a harmadik számnál ültem le a kanapéra, megmondom őszintén, és mondtam, hogy ezt hallgassuk úgy, hogy odafigyelünk rá, tehát, hogy valami akkora sodró elementális ereje van, amit mondjuk én a VHK-nál érzem a színpadon. Ugye titeket nem, mert ugye nem játszunk élőbe, hanem, hogy nem tudom, ez a párhuzamot mondta már valaki, vagy érzitek a párhuzamot a esetleg? VHK-t. Igen, például a VHK-t. A VHK az egyik legfontosabb zenekar, ami az életemben, úgyhogy nyilvánvaló, hogy van hatásuk rám. Tehát okay, az egy kaláka feldolgozás, amiről beszélünk most. A harmadik dal. Na, akkor jó, rendben, tehát jó, az is új információ, mert én csak úgy kaptam egy anyagot, és mondom, akkor merüljünk el benne, de nem volt semmiféle háttérinformációm róla, de hogy akkor lehet, hogy azért jó belenyúltam, félig meddig, hogy iszonyat intenzív az egész, nagyon nagy csodó lendülete van, és gyakorlatilag falhoz vág és kész. Nincs melegvés. Legalábbis én ezt éreztem elsőre, nem tudom a többi hallgató, hogy érzi ezt, vagy aki ismeri, csak hogy nyilván találkozol azért a véleményekkel, gondolom visszacsatolás azért eljut hozzád jócskán. És a Riárd kitért a magyar nyelvre, hogy azt le lehet mérni, vagy azt hogy látjátok, hogy esetleg a nyelvváltás hozzá új rajongókat, vagy mennyivel lesz nyitottabb a közönség erre? Hát nem tudom. Csak... Ez a váltás, ez 2004-ben történt. Tehát az akkor még kiadónk sem volt. Ez a harmadik lemezünknél volt. Tehát az első két lemez volt csak angolul. Tehát ott igazából egyáltalán nem számított, hogy milyen nyelven énekeljük, mert azt hiszem azt a CD-t azt én írtam, 100 darab CD készült abból. Írott CD, ennyi volt a harmadik lemez. Tehát teljesen mindegy volt, hogy... Teljesen mindegy. Nem volt tétje egyáltalán. És izgalmasabb egyébként akkor szerinted a magyarul nem értő számára is? A nyelvhasználat? Szerintem van egyfajta exotikum bennem mindenképpen. Gondolom. És nekem az is igazából, ez szerintem ez egy jó dolog, hogy van egyfajta misztika mögött, hogy nem teljesen értik pontosan, miről van szó, sőt egyáltalán nem értik. És ez szerintem fontos, mert manapság mindenről lehet tudni mindent. És így elveszik ez a kicsit obskurus éle a dolognak, hogy mindenre lehet tölteni, ott van érthető, és könnyen befogadható, és az, hogyha valamiről nem tudsz egészen pontosan mindent, az szerintem izgalmas. A Riártól kérdeztem délelőtt, megkezdett tőled is, hogy nekem mindig olyan érzésem volt a zenekaroddal, hogy mintha tudatosan szeretnénk nagyon a háttérben, nagyon underground szinten maradni. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy játszunk-e élőben, azt tudjuk, hogy nem, hanem hogy csak nagyon-nagyon nagyon egy szűk körhöz jut el a zenétek. Lehet, hogy ebben tévedek, nem tudom, hogy nagyon mélyre kell ásni ahhoz, hogy belétek ütközzen az ember. Most érzek egy pici váltást ez ügyben, Hammer interjú, Rockstar interjú, mit tudom, tehát, hogy de mindig voltatok, tudtuk, hogy vagytok, és mégis úgy nem tudom, ilyen félhomályban veszett. Legalábbis megmondom, hogy nálam igen. Hát amire mindig voltunk, tehát szerintem az első lemeztől kezdve mindig volt egy interjú a lemezek megjelenésekor, meg a kritika is, az még a demo is ott. Emlékszem, hogy Milán Péter írta a demóról a kritikát 99-ben. Úgyhogy mi mindig szerepeltünk ott egy-egy interjú erejéig.
De itt most az, hogy mennyire vagyunk undergroundnak, mennyire nem, ez a kiadónak a, tehát az Hiznavisznek az ő munkájuk ez. Uh-huh, uh-huh. Tehát az ötödik lemezünk már ott náluk jelent meg, és ennél többet én nem nagyon tudok tenni az ügyben, nem is teszek olyan nagyon, mert ugye mi a zenét csináljuk. Világos. És én teljesen ráhagyom ezt a marketing döntéseket a kiadóra, mert ők ehhez értenek. Világos, értem. Ők viszont nem szólnak bele a zenébe egyáltalán. Mm-hmm. Jó, és ez így rendben is van. Nyilván az, hogy kevés példában jelenik meg, hogy limitált minden, ez közrejátszik abban, hogy annyira nem ismerik. De szerintem itt a legnagyobb probléma, amiatt nem ismerik annyian, az az, hogy nincsen koncert. Tehát ez a mm-hmm. lényeg. Nem az, hogy hány példányban jelenik meg. Mert hogyha lenne koncert, akkor nyilván többen ismernék, és több példányban is jelenne meg. Az mondjuk egyértelmű. Az egyértelmű, persze. Tehát itt én vagyok a ludas ebben végül is, mégiscsak. Ugye nem, soha nem mondasz, hogy soha, de ugye ezt mindenki akarta egyéntetően, hogy kérdezze meg, hogy kategórikusan az, hogy nem is lesz koncert? Szeretnénk az elsőt a sportasokat csinálni. Hogy exkluzívat. Tehát most az van, hogy megfordult a fejünkben ez, hogy mert annyi helyről kaptam meghívást most pár hete is, úgy fesztiválokra, meg Egyesült Államokban, meg mindenfele, hogy játszunk, ami nyilván ebből nem így működik, tehát nem lehet most kimenni a nyáron az USA-ba játszani, mert nincsen zenekar, meg nincsen semmi, de hogy mondjuk alapból nehéz, ugye? Hogy eddig nem is volt erről szó, miközben azért nem volt szó leginkább, mert hogy én ugye külföldön éltem. Skóciában, ott az égvilágon senkivel nem tartottam a kapcsolatot, tehát nem is tudták, hogy én zenélek, nem is voltak nagyon zenész ismerőseim, úgyhogy erről egyáltalán nem volt semmilyen lehetőség. És akkor most, hogy én itthon vagyok lassan másfél éve, így azért elgondolkodtam rajta, hogy esetleg erről valami módon lehetne szó. De konkrét lépések nincsenek még. Csak fölmerült, hogy most esetleg úgy állnak a dolgok, hogy megoldható lenne, de ennél több nincsen. Szerintem ennek már most nagyon sokan erőnek, már csak ennek is, hogy mind lehetőség esetleg felmerült, igen. Mert ugye 10 másodperc szünetnek a kérdés után már örültünk, szerintem. Hát én játszottam, tehát én nekem van koncertezős múltam a Zsírra, ami játszottunk. Persze. 10-12 évig. És akkor 2007-ben játszottunk utoljára, ami nem tudom, már 13 éve. A hajón, ugye? Nem, utoljára játszottunk ott is, az Ektomorfa, de a utolsó fellépésünk az Hódmezővásárhelyen volt, 2007. szeptemberében, és azóta én egyáltalán nem voltam színpadon. És hiányzik a színpad egyébként? De ez történt, hogy akkor én nagyon élveztem ezt, mert ugye a Zsírban a gyerekkori barátaimmal játszottunk együtt, és az egy nagyon jó dolog. De és az alatt, a tizen pár év alatt én belőlem így szinte teljesen kikopott ez a vágy, hogy a színpadon ott legyek, nem. Sőt, inkább ideges vagyok, hogyha csak ránézek a színpadra. Nem vagy egy színpadi ember, lehet ezt mondani? Vagy nem, akkor sem voltam. Tehát akkor is úgy fölmentünk, akkor csináljuk, és akkor csináltuk. Uh-huh. De nem minden áron, tehát nem volt ez annyira fontos. Uh-huh. És akkor én úgy éreztem az idő, ahogy telt, hogy ez még kevésbé fontos. Viszont azt is érzem, hogy nagyon sok embernek fontos lenne. És az... Tehát van egyfajta... Tehát van igény rá. Tehát lenne rá igény, és emiatt így megfordult a fejemben ez valóban. Gondolom, tortúra volna, gondolom, azért ezt színpadra vinni. Hát igen, mert ugye gondolj bele ebbe, hogy semmi. Egyáltalán nem volt se koncert, se próba soha. Tehát még próba sem. Így aztán így teljesen nulláról egy ilyen minőségű produkciót felépíteni, amire ekkora igény lenne egyébként, vagy valamilyen igény lenne rá, így azért ez elég nehéz dolog. Hát hogyne. Úgyhogy ki tudja, hogy sülne úgy el a színpadon. Hát ki játszana, meg ez az egész, hogy minél jobban belegondolok, annál ijesztőbb. Most már ugye, mert annyi idő eltelt, és már annyi anyagban vezetünk, hogy egyre nehezebb ezt felállítani. Hát például most azért egy ekkora életművel csinál az ember egy koncertet, mi kerüljön a programba? Az nem baj, hogy van anyag. Tehát, hogyha lehet választani, az,
lehet valamiből válogatni, hogy jó. Főleg, hogy azért ugye kis túlzással, bárhogy állítana az ember össze egy órát, vagy mit tudom, másfélet, vagy nem tudom, mennyit lehetne, azért ott abban nem nagyon lehetne tévedni. Tehát, hogy ott nem hiszem, hogy bárki is elégedetlenül távozna a koncertről. Na, de tehát a lényeg az, hogy ez elméleti szinten van egyelőre teljesen. Persze, szigorúan, csak hogy ezt mondom, ezt lelkemre kötötte mindenki, ez volt az, amit szinte mindenki akart, hogy mindenképpen legyen megkérdezve. Nem, mintha nem kérdeznék meg egyébként minden interjúban, nem? Tehát... Igen, csak eddig mindig azt mondtam, hogy nem. Na hát, köszönjük szépen, igen, hogy itt akkor egy kicsit bővebben foglalkozhattunk a kérdéssel. Ugyan kérdeztem idefelé, és tudom, hogy ez az egyik legrosszabb kérdés, amit az ember egy zenésznek feltehet, hogy hozzád melyik tájkot a falklemez áll a legközelebb? Melyik a kedvenced, ha van ilyen? Én azt Kürt szerettem a leginkább, mert annak van egy olyan atmoszférája, amit csak akkor tudtam megcsinálni, azt még egyszer nem tudnám reprodukálni, és szerintem elég, hogy a zenekarnak a diszkográfiájában az egy elég egyedülálló lemez, tehát teljesen másmilyen hangvételé, mint az összes többi. A többségétek az kint született, ugye? Hát, ugye a felét mondanám, mert a Rókas a rádiónak a fele az kint, tehát azt ott raktam össze, de Magyarországon vettük fel a gitárokat, a nagy részét, mert azt még itthon vettük fel, és az volt a negyedik lemez, és akkor az 5, 6, 7, 8, és most a Naívnak az első fele az kint készült, és a nagyobbik része az pedig itthon már. Tehát ez pont a fele szerintem, a 9-ből. Milyen érzés volt hazajönni? Mennyire hatott ez szerinted a zenére? Ja, most még mivel a fele még kint készült, ugye ennek azért még nem biztos, hogy ez erre van jó szerintem, válasz csak? Szerintem nem nagyon. Majd a következőnél talán. Nem volt rá idő, hogy hasonló, mert ugye menet közben költöztünk, és akkor így a fele emit volt, a másik fele amit így fejben volt, meg volt egy része, úgyhogy talán nem volt akkora hatása most a zenére. Lehet egy ilyen, bocsánat, igen? Régre visszamenő, régre, hogy mindig nekem ilyen furcsa, hogy hány éves voltál akkor, amikor így ezek a black metal, stb. Stb. Megérintettek? Tehát volt-e ennek előélete, már úgy értve, hogy mit tudom én, 10 évesen meghallgatta egy Beatles-t, vagy már akkor 10 évesen Black Sabbathot, ha... Nem, oké. Okay. Erre emlékszem pontosan, 13 vagy 14 éves voltam, amikor elkezdtem zenét hallgatni tudatosan, tehát hogy tetszett valami, és akkor felvettem kazettára, és az Kraftwerk volt. Aha. A Dimens Machine lemez 78-ból, meg Jean-Michel Jarre-nak az első két albuma. És ezeket hallgattuk, mert egy számítógéppel játszottunk mindig, és akkor ott is volt egy csomó ilyen szides zene, a C64-nek volt ez a szid generátor, amivel, és én azt nagyon imádtam, felvettem ezeket kazettára, azokat hallgattam, csak a zenéket, és akkor volt a Jarre, meg a Kraftwerk főleg, hát az egész más vonal volt, és akkor ezeket hallgattam, és akkor egyszer csak láttuk, hogy a boltban lehet kapni ezt a Stonewich-nek a Live in Budapest című koncertlemezét, és 30 forintba került a kazetta, a bizományára ezt már lehetett kapni, és akkor vett mindenki így a baráti társaságban, mert annyira olcsó volt. Még a vinil is azt hiszem az 50 vagy 60 forint volt. És az akkor új volt nagyon, és azt hallgattuk, és így mindenkinek tetszett, így bevallottuk, hogy akkor ez neki is tetszett, meg nekem is. És az első ilyen rock lemez, amit én hallgattam, és utána nagyon gyorsan egyre többet, egyre így durvábbakat, és akkor utána egy pár év alatt 18-17, akkor a Metallicára mentem az MTK stadionba, 17 éves voltam, és utána már akkor már Immortal, meg akkor jött a Black Metalnek ez a második hulláma, a 90-es éveknek az első közepén, 94-5 körül, akkor ja, azért hallgattuk. Az első mélyen mondom, az... Csak, az 94-ben jött ki, igen. A Demisterius. Lacinak mondom csak, hogy időbe kb. Be tudja tájolni. Akkoriban. Egyébként nekem ez annyira érdekes, hogy
Nekem van egy nagyon jó barátom, amit Eszterünkben, Cibula Tomi, egy erős kinézetű, de egy nagyon kedves, nyugodt, mondom. Igen, abszolút, meg tehát, nagyon jó természetű srác, Tomi. És ezeken él. Nekem annyira biciklizik, stb. És annyira furcsa ez, és ez szerintem soha nem fogom így. Azért kérdeztem meg tőled is, hogy te is egy ilyen nyugodt, csendes, már amennyire így meg lehet ismerni, és akkor ezek a zenék meg azért nem ilyenek. Legalábbis amit én... Egyébként ez egy érdekes dolog, csak egy kicsit elkandozgassunk közbe, mert hogy pont amikor a... És nem, megint nem jó fogom, a Skür. Skür, igen. Amikor a Skürt hallgatom, például figyelj, olyan éteri nyugalom árad szét bennem mindig, hogy nem tudom, egyébként a geometriánál ugyanez volt. Hogy emlékszem, hogy bekerült a hangpróbába pontozásra, és tökörültem neki, ó, mondom, jó, akkor legalább egy picit megkapom, ugye megkapom korábban nyilván valamivel. Elkezdtem hallgatni, és figyelj, ugyanez, hogy így végigszaladt rajtam a hihetetlen mennyiségű energia, tehát, hogy ez a világot a négy sarkába ki tudnád hajtogatni azonnal. Borzasztó tetvágy, de ugyanakkor olyan éteri nyugalom mellé, amit nem is tudom, hogy ad-e valami más. Melyik lemezt küldted át nekem? A naívot, a legutolsod. Az ugyanez volt annak. De azt én nem, én vagyok egy black metal szakértő, de az nekem egyáltalán nem tűnt. Tehát ez egy jó hallgatható, számomra is hallgatható muzsika. Ugye? És mit írtam neked tegnap? Hallgass meg, szerintem. Ja, meghallgattam, igen. Pedig mondom, én nem vagyok black metal fan, tehát, de szerintem ez meg nem is az. Tehát amit én a black metalról... Hát már elég kevés van benne, de igazából, ami szerintem nálunk van, az hogy a zenében sok minden van, de az agresszív, az hiányzik a kadafalkból. Tehát azt nekem nem sikerült. Tehát próbáltam, de valahogy nem azt nem sikerült elkapni, és akkor ez a gén, ez teljesen hiányzik a zenéből. Tehát hiába black metalos a nagyon sok minden a kadafalkban, vagy volt régebben is, de akkor is az agresszív él, az nem volt benne. De te ezt egyébként hiányolod belőle, vagy hiányoltad nem, belőle? Nem, hiányolom, ez ilyen. Tehát ezt tudomásul vettem, hogy ez nem nagyon megy. Azért kérdeztem csak, mert hogy abszolút úgy tűnsz nekem, mint aki elégedett ugye ez az egész projekttel, csak hogy furcsa lett volna, hogyha most meg mondjuk kiderül az, hogy örülni, ha lenne benne ilyen. Tehát, hogy nem elég durva. Nem, én nem akarom ezt, tehát nekem nem célom az, hogy súlyos zenét játszak, vagy kemény zenét játszak. Ez nem cél. De az utolsó az elég súlyos azért. Hogy? Utolsó az elég súlyos azért. Hát nem ez, hogy súlyos, vannak, kinek mi a súlyos vannak részek, de nem ez a cél, hogy persze, az legyen. Persze, nagyon jó hallgatható. Tehát, hogyne, azért mondom, hogy... Nem akartunk sose így a világ legdurvább zenekarra lenni. Vagy... Hát, ha ez jön belülről, ez nem, akkor... Ez nem fontos. Meg az érdekes egyébként benne, hogy nyilván mi más mutattam volna a feleségemnek, mint nekem az élőlény. Nekem sem tényleg jól eszembe a black metal, különben most, hogy Laci mondja, nem is gondolnám, hogy én bele szőttem volna. Ez is mondtam az elején, hogy ugye most nyilván nem, de ez a vegy tiszta black metal, amikor ugye erről megy a lamentálás, most ugye tavaly rengeteg ilyen cikk született a Lords of Chaos film kapcsán is, ugye, hogy most akkor mi a black metal, meg mi nem a black metal, meg nagyon szeretem ezeket a fejtegetéseket, de pont egyébként a Cibula Tomival beszéltük a film kapcsán, hogy neki tetszett a film, nekem is tetszett a film. Azt mondta egy másik ilyen nagyon blacker ismerősünk, hogy az is áruló, akinek tetszik. És akkor ugye így meg a Sörbliszes srácokkal beszélgettem, mondták, hát én nem biztos, hogy meg fogom nézni, engem nem érdekel. Én megnéztem, nekem tetszett. Tehát, ugye, hogy szerintem a black metal eleve ilyen, hogy talán azon kevés műfajok egyik, amiben aztán minden belefér. Vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, de hogy... Hát egyrészt, másrészt meg viszont nagyon sok minden, nagyon sokak szerint nem fér bele. És akkor döntsük, hogy kinek. De nagyon, nagyon érdekes, nem hallgatok ilyen zenét, de nekem például dehogy eleve... Nem. Nincs? Dehogy nem. hogy furcsa a hangszer választás. Még ezt is szerettem volna kérdezni, hogy te alapvetően, te billentyűs, tehát hogy ezt tanultad annó? Nem tanultam semmit sem. Tehát amikor én belekerültem a zenekarba, a Zsírba, akkor arról volt szó, hogy akkor... Kell egy billentyűs? Hát a barátaim játszottak, ilyen extrém metalt játszottak akkoriban, tehát ez a Machine Head, Korn, Sepultura, Chaos Aid is, Sepultura, kicsit régebbi is, tehát ilyen trash death
extrém metal vonal volt, és akkor, hogy kéne bele ilyen industriális dolog, ami ilyen konkrétan vas csapkodás. Tehát, hogy vas csapkodás, mint a nekropsziánál is ilyenek voltak meg ezek, igen, hogy egy kis ipari hanghatások, és akkor nekem volt ez az Amiga 500-as számítógépem, és akkor ezzel én hozzá tudtam járulni. Emlékszem, hogy lementünk a próbaterem, és az első számban én benne voltam, ez a Törjön testünk című dal volt, és akkor abban volt ez a ilyen vas ütlegelés volt, és azt én biztosítottam. És tehát én így kerültem bele ebbe az egészbe, hogy ez ilyen szempleres volt, ez volt a nevem akkoriban. Igen, igen. És nem tanultam ezt, tehát nem volt képzettségem, csak utána kiderült, hogy a számítógéppel lehet nem csak ezt csinálni, hanem billentyűs hangszíneken is játszani rajta. És akkor így kezdődött az egész. Tehát ez a szintis dolog, ez így jött ki. De nekem nem is volt szintém, nem is tudom meddig. Utána vagy, amikor beléptem a zenekarba 97-ben, és akkor azt mondom, hogy 99-ben vettem egy szintit. Addig mi úgyis turnéztunk az Intenzel, hogy egy Amiga volt, és akkor egy Junos TV volt, ez a piros, az arra volt rákötve. És ilyen kempingasztalt vittem mindig, összecsukható kempingasztalt, azon volt a gép, meg a TV. És akkor én úgy játszottam, tehát nem volt szintise, hanem ez ment. És akkor volt, hogy tehát annyira piros volt a TV, hogy az le kell takarni, volt ilyen fekete vász, amivel letakartuk, hogy ne látszódjon, mert nagyon piros volt. Tehát a Junosnak volt ez a... Igen. Igen. De ez sokszor leesett így koncert közben, meg így nem volt teljesen jó, de nem volt még szinti. Billentyű nélküli billentyűs. Igen, aztán vettem egy szintit, azt a Korgot, ami a Korg N5-ös, ami mindig az van. Tehát azóta nekem... Annak a hangszíneit használod így a... Hát most egyre ritkábban. Azért van még az meg igazából, mert most már minden baja van, tehát elkoptak az a mikrokapcsoló, amivel tudok váltani hangszínek között, az így az évek alatt így elkopott, és nem, egyszer elvittem egy még Szegeden és rásznak, hogy javítsák meg, és akkor mondta, hogy egy hét múlva visszamentem, érte, mondta, hogy megcsinálta, de többet ne vigyem oda, mert két napig tartott, míg visszaszerelte az egészet, mert nagyon nehéz volt szétszedni. Meg annyira más meg gondolom, mint amiket... Egy csomó, ez egy, nem is az annyira más, hanem hogy bonyolult szétszedni. Egy csomó ilyen layer van ott egymáson, ilyen fémlapok, meg minden, ez ilyen... Ez egy 30 éves történet. Nehéz ügy volt, rengeteg csavar van az alján. És azért használom még mindig, mert van benne egy hangszín, amit én így szoktam gyakran használni, és azt én szeretem, és így szeretem minden lemezre rátenni, ha csak egy kicsit is van benne, és az minden Kadafalkon, meg Zsírban is ott van, nagyon sokat használtam ezt a szólószerű, torzított gitárhangú szinti hangot, ami például a Szélvészben van, most a legutolsó lemezen is ott beletettem egy ilyen szólót a szám végére, és azért van még, de egyébként inkább VST-ikkel dolgozom most már, jobbak a hangszínek. És akkor így tehát végülis a zenével együtt tanultál meg játszani? Persze, tehát... igen. És nem is volt meg benned a vágy esetleg arra, hogy tanuljál? Hát nem nagyon. Tehát így lusta volt, hogy féltem tőle, és akkor így... Alapból kiderült, hogy tudsz, és kész. Tehát nem tudtam, most tudok rendesen, tehát ez... És emiatt is van, tehát ez a helyzet, hogy én nem is vagyok zenész, és emiatt is valószínű az lehet, hogy nem is vágyom arra, hogy játszak, mert nem vagyok igazi zenész. Tehát én dalokat szeretek írni. De előadni az nekem nem akkora motiváció. És emiatt valószínű, ezért nem is érdekelt annyira, hogy meg is tanuljak rendesen játszani a zongorán, mert nem vagyok zenész. Gitáron is így tanultál, vagy? Az ugyanez, az még kevésbé tudok azon játszani. De hát így összerakom otthon, de ennyi. Nem, ez érdekes, tehát ez is hozzátartozik a háttérinformációkhoz, amit nem valószínű, hogy minden adásban megkérdeznek, vagy minden riportban, hogy ja, egyébként nem tudok zenélni, de... Nem, ez nem erről szó, hogy egyébként nem tudok. De nem, hát számomra is furi, ebben én se zenélni nem tudok, se a számítógép ez nem ért, tehát nekem minden csúcs gyakorlatilag. De ezt nem tudnám bekapcsolni, ugye? Én is nem. Ahhoz képest már engem mindenki meghaladt az egész tuti.
Igen, ezt mondjuk csak hát alátámasztani tudom. Ez nálam egy alapállapot, hogy ez így fog meghalni valószínűleg. Én egyébként erre nem vagyok büszke, hogy nem tudok zenélni, és akkor mégis zenélek, de mert tudom, hogy sokat segítene egyébként, most már azért látom ezt, meg azért ezt én fölfogtam, hogy azért nagy segítség lenne, hogyha a zeneelméletből sokkal többet tudnék, meg maga eljátszani sokkal több mindent tudnék. Úgyhogy lehet, hogy ezzel még azért fogok foglalkozni, de valahogy úgy sajnálom rá az időt, amikor lehet zenét írni helyette. Megérted, hát hogyha meg tud írni ezeket a dalokat, és ezek dalok jók, hát kényszerít. Tehát én nem azt mondom, hogy ne, de hogyha meg a zenék meg azt bizonyítják, hogy jók, és szeretik az emberek, akkor... Igen, ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy kell-e, nem kell-e, de lehet azért, hogy attól mondjuk még jobban válhatna. Nem biztos, nyilván, meg hát ugye nem, azért ez a zene szerintem elsősorban inkább a hangulatról szól. Mm. Nem biztos, hogy a technika többet adna hozzá, de... Hát nyilván, hogyha tudom, hogy mik a lehetősége, meg tudom, hogy mi működik, akkor könnyebb az egész. Tehát most az, hogy 10 év alatt jövök rá arra, amire, hogyha tanultam volna a kis zeneelméletet, akkor 1/2 év alatt, vagy 3 óra alatt rájöttem volna, hogy más úton jutok el oda. Volt egy YouTube interjú, és a Bono nem tudott zongorázni, és akkor megtanult zongorázni, de ez már ilyen 50 éves kora körül volt. És mondta, hogy sokkal más milyen dalokat ír azóta, amióta gitározni tudott, ugye? És hogy sokkal más... Azért is kérdeztem azt, hogy írod a dalokat, hogy inkább billentyűn, vagy... Mert mást hoz ki egy zongora a hangjából adódóan, mint hogyha gitározik az ember. Tehát. Igen. De mindig más, ezért izgalmas is, hogy nem mindig ugyanúgy kezdek neki, és akkor nem tudom, hogy mi lesz a vége. Aztán van egy ötlet a fejedben, most ez érdekes volt, amit Alaci mondott, hogy van egy ötlet a fejedben, megszólal a szám a fejedben, akkor azt te tudod, hogy mondjuk az billentyűn vagy gitáron tudod jobban előhozni, vagy ilyenkor mihez nyúlsz először például? Hogy szólal meg a fejedben a dal? Nem nagyon szólal meg, hanem itt az van, hogy leülök, és akkor játszok valamit, valamilyen hangszeren, és akkor, hogyha az így kicsit érdekesnek tűnik, akkor azt felveszem, utána általában eltelik egy nap, vagy kettő, és akkor megint meghallgatom, akkor általában az van, hogy hát ez nem értem, hogy mi volt ebben a pláne, úgyhogy ezt arrább rakom, de valamikor még mindig tetszik, és akkor utána tudok vele foglalkozni, és akkor minél többet foglalkozom vele, kipróbálok ezt is, azt is, ilyen hangszerelést, vagy más hangszintre, és akkor ezek a dalok így magukat építik föl. Uh-huh. Tehát én nem tudom nagyon sokszor azt, hogy mi lesz a vége, meg nincsen semmilyen ilyen dallam a fejemben, amit meg kell valósítanom, tehát ez nem szokott előfordulni. Ez úgy, ez munka, ez hozzá sok munkának az eredménye, hogy ebből lesz valami később. Tehát ez ilyen kevésbé intuitív, hanem inkább csak egy mechanikus dolog, és akkor végén valahogy legtöbbször, vagy általában azért csak kijön valami a végén. És ez lehet, hogy nem... Én legutóbb egész jól kijött, úgyhogy ne is múljon, akkor sokkal többet tenni, jó? Mert... ja, lehet, hogy nem kell többet mondani. Egész fogyasztható. olyan előfordult már, hogy egy ilyen ötletet, amit eltettél félre, mondjuk eltetted évekre és évekre később vetted elő, és igen? Igen, a meta lemez, az például annak az egészen nagy része, az megírodott, vagy 3 vagy 4 évvel korábban a rengeteg meg a szkűr között volt egy lemez, amit én megírtam, és azt teljesen beraktam a fióba konkrétan, kiírtam CD-re, meg volt a master, és aztán meghallgattam, és nem volt jó. És kiraktam CD-re is be a fiókba, és utána, mikor az kür kijött, aztán utána megint elővettem, és akkor így rájöttem, hogy miért nem működött, ott egy csomó részben, ami fölösleges volt, vagy nem úgy kellett megcsinálni, és akkor így kicsit átírtam. És annak a metának, hogy mondjuk a fele legalább az évekkel korábban íródott. Van egy olyan CD-d, ami egy létező CD. Van, de annak kiszipolyoztam mindent, ami használható volt, mert azt hiszem, hogy még a geometrián is volt olyan dal, ami arról származott. Egy. Sőt, a geometrián van az ének a búzamezőkről, ami a végén van. Azt annak idején még a
fő témát, azt még a rengeteg idején írtam, azt úgy is vettem föl, csak egyszerűen nem fért fel arra a lemezre, mert 60 perc volt. Nem akartam hosszabbat, az a szám is, hogy 8 perc. Úgyhogy azt kihagytam akkor. És arra még azt hiszem, hogy még Attila, még Bagos Attila énekelt arra valamit. Még. Tehát az még az 2011-ből maradt le. Tehát használtam föl ilyeneket, igen. Ez mondjuk, bocsánat, csak mind egy gyűjtő szemű, meg mit tudom én, egy rajongó szemmel gondolkozom, hogy Jézus, van egy CD, amin olyan érdekes dolgok vannak, amit a szerző nem talált elég jónak. És nincs olyan adás, ahol a Prince-t nem említjük meg, és a Prince-nek a legjobb lemeze az, amit úgy adott ki, hogy leszerződött X lemezre, és ki kellett adni egy lemezt, és az olyanokat, ami 12 vagy 15 év alatt így a fiókba hevertek, azt mondta, hogy vigyétek, ezért. És az a számomra a legjobb lemez. Tehát ez most nem akarok itt, de az egy érdekes lehet az, aki szereti a te zenédet, konkrétan, hogy vajon ez az ember, mire ezek nem olyan jók. Nem, ha jó lenne, akkor az már ott lenne valahol. De van három vagy négy szám egyébként, amik így lemaradtak, tehát ott, ami két teljesen kész van, de nem raktam föl sehova sem. De annak oka van. Nem jó. Mert ugye a te mércéddel mérve nem jó. Igen. Mondjuk hát végig is igen. De az fontos, hogy igen. Nem, de figyelj, a konzekvencia nagyon fontos dolog szerintem. Ebben a projektben nem volt még olyan lemez, amire azt mondhatná valaki, hogy figyelj, ezt kár volt kiadni. És mondjuk, hogyha te úgy érzed, hogy az nem illik bele ebbe a sorba, akkor tehát az nyilván mi mondhatunk bármit is, akkor az fiókban marad. Én azt megkérdezhetem, hogy a kiadványoknak a külcsinyéért kit kell megdicsérnünk? Mert kivételesen szép az összes. Általam ismert összes. Hát ezeket én szoktam megcsinálni. Meg tudom csinálni, mert nincs más. És akkor ezt így megtaláltam. Azért kérdezem, mert ugye ezt nem, én sem tudom konkrétan, de gondolom a hallgatóság közül sem. Hát jó, most utolsó, tehát az van, hogy ugye az utolsó lemeznél a barátnőm festette a borítót, az előzőnél a geometriát azt én raktam össze, a metánál egy, ugye hát ez egy ikon van, amit egy bolgár festőnő festett, azt én találtam ki, hogy mi legyen rajta, de a szkürt azt én raktam össze, a borítót, tehát mindennek a borítóját én rakom össze, csak a front az van, amikor másé. De ez csak amiatt van, nem azért, mert annyira kontrollmániás vagyok, de egyszerűen ez a legolcsóbb, meg a legegyszerűbb megoldás, hogy én teszem össze őket, mert meg tudom csinálni otthon. Hát világosan, az ember maga csinál, az mindig az a legolcsóbb, gondolom. Igen, meg én pontosan tudom, hogy mit szeretnék. Na ez el lett volna kíváncsi, igen, hogy ez teljesen a te fejed után. Igen, és szerencsére a kiadó egyáltalán nem szokott. Ezért van a következő kérdésem egyébként, hogy elfogadj így, ahogy van, és azt mondja, hogy köszönjük szépen, akkor... Sőt, még most is az volt, hogy a Naívnál, hogy ez a Mediabook CD jött ki, ami 36 oldal, hogy 36-tól 52-ig lehetett volna az oldalszám, mert hogy ez a formátum, ez minimum 36 oldal, maximum 52, és akkor legyen 52, tehát nem tudom telerakni. Tehát olyan anyaggal, ami 52, tehát ez szerintem fölösleges, pazarlás is teljesen fölösleges, ennyi mennyiségű papírt rááldozni ilyesmire. Tehát ők még extrábbakat szoktak kérni, úgyhogy nekem kell mondani nekik, hogy nem, már például a Naivnál is, hogy dupla vinét szerettek volna. De szerintem fölösleges duplát 47 perces anyagnak. Ez csak a nyersanyag paszlanása. Igen, most nem biztos, hogy jó, hát igen, tehát szoktam látni a vinyles csoportokban, hogy van, aki azt mondja, hogy volt simán hallani a különbséget. Én mondjuk, nekem nincs olyan cuccom, hogy halljam. Engem nem érdekel, mert nekem sose volt vinyl játszom, úgyhogy ez a rész engem nem érdekel. Én azt látom csak, hogy szerintem dupla annyi vinyl kihozni, az egyszerűen pazarlás. Egyébként ott hallható a különbség, amikor vannak olyan Genesis lemezek, amik ilyen közel 60 percesek. Az más. Tehát a 47 perc... 23 perc per oldal, 22-23 az szerintem... Az meg egészséges. Ha már itt tartunk, a Mikrokozmosz lemez, ami kijött vinilen, tehát az első két lemez plusz a demo kijött annak idején a Blood Musicnál vinilen, az 78 perc egy vinil. Az brutál. Hát, szerintem olyan nincs másik.
Az már belső, a belső részen az nem szólhat jól. Hát az nem, eleve nem szólt jól, tehát ott is úgy voltunk vele, hogy hogy ennek mindegy, akkor legyen ez ilyen. Úgy gondolom, hogy ez inkább erekjeként funkcionál. Én nem tudom, ki hallgatja azt egyáltalán. Én, komolyan. De nagyon drágán adták, tehát az el is egy nap alatt elment az egész box. Tehát 100 példány jött ki belőle, és akkor azért méreg drágán kihozta a kiadó, azt konkrétan egy nap alatt elvitték elővételben. Hát figyelj, itt most, amikor a Naív megjelent, és nem akarok pontos példányt számolni, mert nem is tudom fejből, hogy ahhoz képest relatíve sokat rendeltem a CD-ből, ugye én dolgozom egyébként civilben egy webshopnál, lemezboltnál, relatíve sokat rendeltem, hogy milyen áfrekvésű CD-ről beszélünk. Most azt mondjuk, egy 990-es új megjelenésű lemezből az ember rendel mondjuk 10 darabot, nem szokott, tehát az azt mondom, hogy oké, valamiből is lehet adni annyit, valamiből nem, tehát ugye, hogy azért a rajongók, hallgatók közül esetleg valaki nem tudja, CD eladás, mint olyan, az már mutatóban létezik csak. Mm. És ehhez képest ugye előrendeltem a Naivat, és nem kaptam annyit belőle, amennyit szerettem volna. Ment a sakkozás, meg a tilitolizás, ugye, hogy akkor ki kapjon, vagy ki nem azok közül, aki nálam előrendelte. És ugye mondtam is neked, ezért kérdeztem, hogy van-e még neked esetleg bele, mert én nem maradtam a MediaBookról. Csak láttam, hogy milyen szép. Viszont mondjuk olyan még nem volt, hogy valaki megkérdezte volna, hogy figyelj, leszteltek az új tájékat? Fak, lesz, igen. Jó, oké. És olyan nem volt azt, hogy figyelj, mennyibe fog kerülni? Á, én annyira nem kérem. Csak ugye ez a vagy akár 52 oldalas is lehetett volna a MediaBook. De valószínűleg a kiadó is tisztában van ezzel, hogy igazából ez nem az a kiadvány, amit spórolni kellene, mert hogy így is, úgy is elfogy. Hát ők nyilván azt tudják, hogy egy ilyen hagyományos jewel-kézes CD-vel szemben jobb, hogyha adnak valami pluszt. Mert nem biztos, hogy szívesen adnak mondjuk az emberek pénzt egy sima fapados CD-ért most már, amit 3000 forintot, hogyha 4-ért mondjuk megkapják a MediaBookost. Vagy a Szkűrnél, ami kijött ez a book, ami nagyon sokba került a kiadónak, de ezt szívesebben veszik meg az emberek. Hát igen, mondom, azt lehet tudni, hogy, bocsánat, most, hogy itt tartunk, azt lehet tudni, már a kérdésen önmagában a hülyeség, de imádom föltenni hülye kérdéseimet, hogy hol van mondjuk egy nagyon komoly bázisa a bandának? Lehet azt tudni, hogy mondjuk Pakisztánban, Amsterdamban, főleg Pakisztán. Gondolom, nem csak eszembe, tehát, hogy azt lehet tudni, miért hát lehet, valahol? Valaki lehet, hogy tudja, de én nem tudom. Na ez itt, aha. Biztos tudják, hogy nyilván mennyit, melyik terjesztőnél mennyi fogyott. Na, igen. De én ezt, erről nekem egyáltalán nincs információ. Hozzájön neki a visszajelzések? Innen onnan mondna, hogy jönnek visszajelzések. Közhaver jó a lemezelés, mint Szingapurból írnak. Most. Persze szokott ilyen lenni, de ez nyilván nem reprezentatív, hogy ennél valaki ír. Tehát nem tudom, hogy hol fogy. Van egy kimutatás esetleg, ugye, hogy hova adunk el többet, hol vesznek többet, hol van nagyobb érdeklődés. Lehet, hogyha megkérdezném, akkor lehet, hogy megmondanák, de nem, sose kérdeztem. Ja, na, okay. Akkor én most már megkérdeztem, ha esetleg eszedből kérdez meg, jó? Nem, csak nekem egy kicsit, ha nagyon hasonló lett volna a kérdésem, hogy Magyarország és Magyarországon kívül erre sincs semmilyen adatod? Hogy? Nincs. Mert nekik magyarországi terjesztő is, csak egy terjesztő a sok közül, tehát nincs. Mert hogy nem magyar a kiadó. A kiadó francia. Igen. Uh-huh. Hát nem tudom, amit tudok, azt ugye van a francia részleg, ami az európai, illetve az a rest of the world, meg van az észak-amerikai részleg, tehát ez a két külön, két külön dolog, és akkor ezeknél lehet látni, én nem látom azt sem, de azt lehet tudni, hogy ott mennyi megy el, Észak-Amerika, meg mennyi megy el. A rest of the world, ami gyakorlatilag Európa szinte. De az Európában ugye Magyarország is beletartozik. Igen. Aha. Igen. Nyilván. Mi már kiváltunk? Ki tudja. Hát, ma még nem néztem. Reggel én nem olvastam ilyesmi. Akkor igazából a ez a része, de nem is érdekel sose? Ez a leosztás, vagy hogy hol fogy mondjuk több CD, vagy neked ez teljesen mindegy? Hát én örülök neki, hogyha fogy a CD nyilván, meg ez egy jó dolog, meg jó érzés, de annyira nem foglalkoztat, hogy földrajzilag hol. Úgy kívül is, igen, ez is inkább akkor lenne fontosabb, hogyha mondjuk lenne koncertezés, akkor ugye biztos, hogy... Igen, ez olyan információ, amivel nem tudok mit kezdeni. Igen. Tehát ettől semmi nem fog változni, hogy tudom, hogy Lengyelországban veszik a legtöbb CD-t. A
kritikákat szoktál olvasni? És hogy foglalkoztat is komolyan, vagy igazából csak, mit tudom, csak érdekességképp elolvasod? Hát hogy foglalkoztat-e, hogy befolyásol-e a... Hát igen, akár így is kérdezhetjük, igen. Hát nyilván befolyásol, mert azért saját munkájával a kapcsolatban az ember a visszajelzéseket azt el szokta olvasni, és valami hatással van rá, de nekem általában azért szerencsém van, mert egy pozitív szokott lenni a visszajelzés a legtöbbször. Úgyhogy mindenből csak a pozitív dolgokat szoktam megélni, vagy ez az, ami... Most így végig is gondoltam egyébként fejbe, hogy nem is tudom, hogy olvastam valaha negatív kritikát. Van, most is volt. Tehát azért, mert ugye én szoktam megkapni az Islamist-től általában így hetente a sajtót, hogy mi a, hogy hol jelent meg, és akkor linkeket szokták, és akkor azért van. Volt, azt hiszem, most a Legacy-ban, a német magazinban. Nem láttam a kritikát, csak hogy a 15-ből 7 pontot kapott. Tehát ennyi információ van. Nem olvastam a kritikát, tehát nem láttam, nem tudom. Tehát van, meg volt pár, nyilván nem, mindenkinek ez nem tetszett, ez teljesen normális is. Tehát én ezt egyáltalán nem veszem a szívemre, mert ez teljesen természetes dolog, hogy nem mindenki tud vele mit kezdeni, mint ahogy én, nekem is van egy csomó olyan zene, ami nem a kenyerem, nem tudok vele mit csinálni. Tehát ez normális. Mostában miket hallgatsz egyébként legtöbbet? Mostában elég kevés zenét hallgatok. Az a baj, hogy hallgatok valami zenét, vagy nagyon sok ideig, akkor úgy érzem, hogy akkor nekem is kell csinálnom valami zenét, és akkor így nem tudok sokáig zenét hallgatni, mert én is elkezdtek dolgozni valamin. Az lett volna kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy minden, mert mondtad, hogy így egy-két napot nem hallgatod, és akkor meghallgatod, és akkor hozzáteszel valami, stb. Egyébként a festés is valamilyen szinten így épül fel, hogy tehát akkor te folyamatosan benne vagy a... Nem? Nem. Most például a naivot befejeztem, nem is tudom már, hogy mikor volt. Még tavaly. Azóta van, vagy két, vagy három ilyen dal, valami kezdemény, vagy ilyesmi van a gépemben, de nem. Egyszerűen nem érek rá, nem vagyok abban a mindsetben, hogy zenéjek, hogy van, nem. Azt meg szabad kérdezni egyébként, hogy mivel foglalkozol a civil életben? Ja, lemezkiadónál dolgozom, úgyhogy van elég ilyen zeneipari dolog körülöttem, és ott is kell zenét hallgatnom sajnos. Pokol. Igen. Egyébként néha az. Hát, ha kötelezőbe kell bármit csinálni, az pokol. Ja, jó, persze. Nem figyelj, meg nem csak azt, hogy én is szoktam néha bebesegíteni egyet kiadónak, és ugye, amikor jönnek, hogy figyelj, nagyon szeretnénk együtt dolgozni, szeretnénk kiadnánk a lemezeteket, oké, és akkor általában én vagyok az ember, aki végighallgatja. És mondjuk néha tök jó, mert főleg én nagyon könnyen tudok lelkesedni bármiért is, hogyha mondjuk egy picit is hallok belőle valami jót. De néha vannak olyanok is, hogy nem értem, mire gondolt a költő, ugye? És azt is, hogy meg kell válaszolni. Tehát ugye nem feltétlen, csak nem jó oldala kell. Van ennek, igen. Nem kell megválaszolni. Nálunk nem, tehát nincs ilyen policy. Nálunk, mivel eleve nincsenek is új zenekarokat, mi nem vehetünk fel új zenekarokat most, mert nincs rá hely. Úgyhogy nem is szoktuk meghallgatni egyáltalán. Vagy ha meghallgatod, akkor 5 perc, abból hallod, hogy az érdekes, vagy nem. Ja, nyilván, hallatszik. Persze. És nem is erről a részéről beszélek, hanem itt, amikor kijön a 80 perces experimentális, szuper progresszív elektronikus lemez, és akkor azt végig kell hallgatnom a master miatt, a vinyl master miatt, a stream miatt, a CD master miatt, ezt oda-vissza, és ezek így elég megterhelők tudnak lenni. Tehát úgy odafigyelni, hogy, persze, hogy hát akkor ez megy a gyárba. Igen, már azért ez nagy felelősség is, hogy minden legyen. Hát mondjuk igen, tehát így azért elhiszem, hogy ilyenkor nincs mellette még igény az embernek arra, hogy még pluszba egy zenét hallgasson. Ja, meg főleg zenét írjon. Ez olyan, mintha én otthon is innék, ugye, például. Sose történt ilyen. Nem. Ugye, nagyjából ez olyan akkor, ugye?
Ha hazamennék, és kötetlenül innom kéne otthon. Nem feltétlenül, mert nem avval élsz, hogy iszol, de... Az nem, jó, csak... Bár nem van a munkörülés. Hát én sem bajlak, hogy zenélek, mert ebből nem. Úgyhogy végül is jó az analógia. Végül is tényleg? Igen, így belegondolva, akkor tényleg. Na ugye? MMI. Ja. Ne kezd el, légy szíves, ne kezd el, a lárpurlát most ne kezd el. Van egyébként nem, tehát nem zenemből inspirálósz? Tehát van-e esetleg könyv, film, van-e valami olyan, ami itt mondjuk, tudod, hogyha mondjuk mondok egy példát, én amikor cikket akarok írni, és mondjuk nagyon-nagyon nem megy, vagy nincs ihlet, akkor előszoktam szedni Bruce Springsteennek az életrajzi könyvét, elolvasok belőle néhány fejezetet, most már nem is tudom hányat szóra, csak úgy bennem is úgy megjön az alkotási vágy. Neked van esetleg ilyen kedvenc, amihez szívesen nyúlsz vissza? Nincs. Nem. Én nem tudom megtalálni, vagy nem is keresem nagyon, hogy mitől működik, amikor működik. Pont azért, hogy ne legyen automatikus. Hogy így várok arra, hogy valami miatt írjak valamit, mint például, hogy elmentem a Felföldre, és akkor abból készült, hogy ott én végigmentem a West Highland-en, ami egy hét volt, és akkor utána hazajöttem, és akkor volt egy ilyen élményanyag, amiből ezt így meg tudtam írni. De ez nem volt előre megtervezve, nem azért mentem oda. Így alakult, és akkor próbálom inkább ilyen módon találni az inspirációt, hogy nem keresem, hanem hogyha megvan, akkor észreveszem. De jó gondolat. Csak így... Ezt tudom, milyen volt, tipikusan olyan volt, amikor tudod, hogy na, oké, akkor ez lesz a könyvnek a fülszövegében az ajánló. Mm. Hogy ilyen... Jó, mert én ezért szeretek például zenekari biográfiákat is, meg zenei könyveket is olvasni. Pont ma ebédnél erről beszélgettünk, ugye, hogy néha rengeteg jó dolgot, vagy rengeteg jó gondolatot ki lehet nyerni az ilyenekből, ez is voltam erre kíváncsi. De szabad időben szoktál olvasni egyébként, vagy szeretsz olvasni? Igen. Inkább verseket, vagy inkább prózát? Hát mostanában inkább prózát. Mert nem tudom, valamiért azért, tehát valamiért kíváncsi voltam erre, hogy mennyire vagy versolvasós típus. Mert én nagyon sok verset olvastam, tehát most is szoktam, tehát most van nálam, mindig ott van, a nyugatosokat szoktam olvasni, az sose kerül messzire azok a könyvek. De hogy most így prózát kezdtem egy csomót, tehát Faludit, meg Dragománt, meg ilyen, próbálok kortárs, hát nem is pont kortárs, de egy kicsit így 20. századi magyar, második félnek a magyar irodalmát. Az érdekel, valamiért mindig visszajutok a magyar irodalomhoz, a 20. századi magyarokhoz. Van ezek között olyan, aki mondjuk úgy vált, nem is a kedvenc a jó szó, de úgy meglepett, pedig nem erre számítottál tőle? Ami ilyen nagyobb felfedezés volt? Hát a Dragomán Györgynek volt a Mágia című regénye, amiről nem nagyon tudtam semmit sem. És az nekem nagyon, nagyon nagy élmény volt, és azt még kint olvastam Skóciában. És főleg az, hogy utána, tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert én azt kaptam karácsonyra az unokatestvéremtől ajándékba, és elolvastam, és nagyon tetszett, és utána nem sokkal később, tényleg egy pár héttel később kaptam egy e-mailt Dragomán Györgytől, hogy szeretne küldeni egy könyvet, vagy hogy a mágiával kapcsolatban volt. Igen, hogy a mágiát azt úgy írta, hogy az én egyik dalom, a Hold Comp, az ment folyamatosan miközben írta, hogy, mert ez egy instrumentális dal, és hogy ha nem is végig, de hogy voltak részek, amikor azt használta ehhez, és hogy ezt szeretné megköszönni, és akkor szeretné küldeni egy könyvet. És akkor ez ilyen teljesen véletlenszerű volt, és így aztán utána elküldte a régi könyveit, amiket én még nem olvastam korábban, és akkor azóta én azt
szoktam, meg most találkoztam vele nemrég, és akkor az újból adott a rendszer újrából. És akkor megadtam neki az új CD-ből. Hogy tudjon írni. Igen, hát tud szerintem nagyon nélkülem is, de... De ez egy nagyon érdekes... Hát, ne vicce. Igen, meg főleg, hogy azért most oké, nincsen egy jó, meg jobb, meg legjobb, de például azért a Dragomán mindenképpen nagy hatású, meg fontos író jelenleg, hát ugye nem véletlen készült most, és nem fog eszembe ütni a címe a könyvének, amiből filmet is csináltak, nem? A Fehér Király. Igen. Tehát hogy azért... Hát hogy lehet, hogy nagyon egy elismert és egy nagyon jó író, kortárs író. Ezért is kérdeztem egyébként ezt az olvasásos kérdést, meg hogy vers vagy próza, mert hogy szerintem is rengeteg olyan magyar író van jelenleg, akiből tök jól lehet inspirálódni, vagy csak szórakozni, ugye feltöltődni tőle. Ilyen volt, amit nem fog eszembe ütni a hölgynek a neve, amit adtam út a könyv bemelegítés, az ottán a címe. Mindegy, nem lényeges, csak hogy az is nagyon jó volt, az is egy ilyen... Sportkönyvről beszélünk? Azt hiszem, igen. Mindegy. Ja, hogy a csajsz írt? Igen. Nem lényeges, meg nem is tartozik a tárgyhoz, csak az ördögzenekar annak a könyvnek a bemutatóján játszott először akusztikusba. Mágom. Igen. Ja, nem fog eszembe jutni. Nekem sem. Liverpool, saj. Igen, azt hiszem, hogy bemelegítés talán a címed, az is ilyen, semmit nem vártam tőle, és annyira kellemes órákat okozott, hogy... Azt hiszem, tök jó dolog ez is, hogy az ördögéknél, vagy a Vörös Andrisnak nagyon sok ilyen, egy ilyen kortárs irodalmi inspirációja van, és ez beleteszik a zenébe. Szerintem egy nagyon érdekes, izgalmas dolog. Igen. Például, ha ez nincs, akkor azt nem is ismerem meg ezt a könyvet, és óriási veszteségért volna vele. Ezért szeretem, amikor vannak ilyen törekvések, meg vannak ilyen kölcsönhatások, és ezek napvilágra kerülnek. Ugye a Bíró Szabolcs is, íróbarátom, ő is rengetegszer mondta, hogy mikor találkozott... Csepé Adrián. Igen, jó. Okay. Ezt rohagyjak meg, nem itt a szemben leve. Igen. A könyv, tehát a könyv az a hölgy írta. Szabi szokta mondani mindig, hogy ő is rengetegszer inspirálódik magyar zenekarok lemezeiből, mostani magyar zenekarok lemezeiből, és aztán megköszönik oda-vissza, hogy tök jó, hogy van egy ilyen pezsgő kulturális élet most, mert hogy azért... Hát nem véletlen, hogy van neked is verses köteted, azért rengeteg dalszöveg van, ami simán megállja a helyét versként is. És jó, oké, te nyilván másként látod ezt. Reméljük ment a kamera. Te nyilván másként látod ezt, te gondolom szigorúbb vagy akkor magadhoz ezek szerint. Igen, tehát ebbe a bólogatás, meg ebbe a nézésben benne volt minden. Meg itt leverem a mikrofont véletlenül. Akkor ahogy zenész nem vagy, akkor költő sem ezek szerint. Hát tehát ezek nem versek, ezek dalszövegek. Na, jó, ez nem jó, ugyanaz csak, a kategória. Oké, csak Riad mondta, hogy versnek is akár ugye megfelelne bizonyos dalszöveg. Arra gondoltam, hát, hogy... Figyelj, én szerintem mindenképpen, de tehát, hogy... Jó, hát kinek tekinti gyakorlatilag, gondolom. Igen, meg hát valószínűleg gondolom, akkor máshogy szemléljük ezt a dolgot nyilván, de hát az alkotó ember mindig szigorúbb szerintem magához, mint ugye a befogadó. Jó esetben. Ittesen? Jó esetben. Igen. Hát jó, figyelj, aki nem, az valószínűleg nem, tehát valószínűleg nem fog ebben a stúdióba beülni hozzánk, és nem fogunk eljutni odáig, hogy vendégünk legyen, mert azért ott nem mindig olyan produktumok születnek, ami a mi inger küszöbünknek készül, de ez már csak egy ilyen saját személyes. Viszont akkor ugye, mivel így, hogy most épp olyan periódus van, akkor hogy nem nincs aktív dalszerzés, akkor gondolom az is okafogyott kérdés még, hogy mikor várható esetleg a következő lemez. Tehát fogalom nincsen, de nincs semmi. Semmi nincsen most. Most felmerült egy ilyen nagyobb projekt a kiadvány szempontjából, de ebből nem tudok mondani semmit sem, mert még nincsen konfirmálva a Szizonomiszttől. Úgyhogy, hogyha az igen, azt az zöld utat kap, akkor azzal el fog düdögni egy darabig. De ez nem új, vagy így félig új, mindegy, ebben most már nem megyek bele jobban. Persze. De a lényeg az, hogy még egyre nem tudok, tehát nincsen. Nem fog unatkozni, hogyha ez bejön, hogyha ez jó lesz, akkor egy darabig most el leszek vele. De hogy új lemez, az egyelőre most úgy néz ki, hogy nem fog nekiállni holnap.
De lehet, hogy ugye azt mondtam, hogy akármi történhet, akármi megindíthatja a folyamatot. És hogy olyat is írt egy olvasó. Hallgatom, lehet, hogy olvasta is valamelyik cikkemet, de mindegy, tehát egy olyat is írt az egyik hallgatom, hogy olyan is kérdezek rá, hogy esetleg valamikor még Tánzsír koncert lehet? Hát elméleti esély van rá, de gyakorlati vajmi kevés, mert ezt már összehoztuk volna, hogyha lehetett volna. Tehát mi beszélünk minden nap, de hát a helyzet az, hogy Zolcsi az még mindig Stevenage-ben van, ami Anglia. Balázs az most szerintem Glasgow-ban van, de ő jár kell mindenfele a világban. Én most Budapesten vagyok, és eddig legalább a UK-ben voltunk mind a hárman, és még akkor sem tudtuk egy nyavajás próbát se összehozni. Annyira nem ment, úgyhogy egyáltalán nem gondolnám azt, hogy erre ennyi év után reális esély lenne, mert eddig nem sikerült, tehát 13 évvel játszottunk utoljára, és az alatt nem is az, hogy próba, de próbáltunk egy számot is írni, de egyszerűen így néz, hát 2 perc vagy valami ilyesmit sikerült elméletben megírni. Ez valami punknóta lehetett. Tehát nem akar így összeérni, és hogy én látom, nem múlik a dolog, de az látható, hogy ugye nagyon természetesen nem akar ez így összeállni. És nem azért, mert senki nem akarja, hanem mert az ócsak nincsen kedve nagyon hozzá, nem nagyon gitározik, meg nem nagyon óbégat otthon. Úgyhogy ez nem megy már neki annyira, és akkor így meg lassú, meg millió más dolga van az embernek, neki is. Mert én megtehetem azt, hogy zenélek, de például neki nagyon kemény, tehát ő kamiont vezet, meg neki ő nem ér rá. Hát igen, azért ez időigényes. Balázsnak rengeteg zenekarban játszik egyszerre, ő hull a profilet, úgyhogy neki is vannak elfoglaltságai ezen kívül, ami nem hobbi, hanem ez a munkája. És utazni kell neki, meg megy jobbra-balra, úgyhogy nem nagyon akar ez így összejönni. De jó lenne, én nagyon élvezném. Hát akkor reméljük, hogy egyszer még összejöhet. De hát egyszer még lehet. Akár csak egy tágat a fal koncert is, így a végéhez közeledve. Neked esetleg van még valami kérdésed? Nem, én köszönöm, én teljesen jól vagyok itt a sarokban. Azt látom, igen, azért kérdezem. Amint nekem a fejemben volt, azt nagyjából megkaptam információban. Tényleg. Örüljük, hogy bejöttem egyáltalán. Ő tipikus véglet, tehát vagy végzsizsgi az egész adást, és egy csomó hülyeséget kérdez, igen. Vagy pedig ilyen félpasszív, mint most, amikor csak kevés hülyeséget kérdez, de úgy azért jelen van. Jó, hát én kb. Ennyit gondoltam mára, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy eljöttem. Köszönöm a hallgatóknak és a nézőknek, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel. Ha bármi kérdés van, akkor a rich@richandgreen.hu e-mail címre, illetve a facebook.com/szénégetőrihárd oldalra meg lehet írni. Ha valaki szeretné támogatni az adást, akkor pedig azt a patreon.com/richcast oldalon teheti meg többek között. Viszlát legközelebb. Sziasztok! Pápá!